Készülünk az ügető árverésre, hírlingeket fognak fölvezetni. Milyen az optimális hírling? Ha azt kérdezi, hogy én mi alapján választok, általában nekem fontos a származás. Az, hogyha ha mondjuk a mama nem is volt túl jó, de a családban több egyed volt, ami jóló volt, az fontos. És aztán utána a küllem, a lábállások, de hát igazából a csikócsor akkor lehet megismerni, mikor már kocsiba hajtod. Hogy viselkedik, hogy áll a munkához, mennyire bírja a terhelést, és akkor kialakulhat benne az, hogy jóló lesz, vagy idő kell neki, több időre van szüksége, lassabban készül el. Hát ez változó. A mostani állománynak, ha az apáit megnézzük, van-e abszolút kedvenc, vagy mennyiben befolyásolja a választásodat egy-egy apa, illetve az apának a korábbi testvére, Csikói, akik már ezeknek az apai testvérei? Nem nagyon nézegettem az apákat. Mondtam, hogy én nekem elsősorban az anyai oldal fontos, mert azért mostanában már elég jó mének kerülnek az országba, ha nem is ménként, spermaként, úgyhogy azokból már mindig várható, hogy kiugrik egy-egy jóló. Vannak olyan tulajdonságok, amik megbocsáthatók egy yearlingnél, ami esetleg munkával korrigálható? Ez mindig menet közben alakul ki, mert tudom, a Zsolti fölküldött nekem Csikót úgy, hogy nagyon-nagyon vigyázzak rá, mert nagyon rosszalkodik, nagyon sok baj van vele. 2-3 napig itt nehéz volt kantározni, nehezen tűrte a hevedert, és 3 nap után teljesen megváltozott és problémamentes volt.